Magyarországon mintegy 80 ezer látássérült él, ide tartoznak a vakok, akik körülbelül 9 ezeren vannak, a többi 71 ezer pedig gyengén vagy alig látó. Ők minimális látásmaradvánnyal rendelkeznek, közölte Nemes Nagy Tünde elnök. A vakok és gyengén látók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját. Ennek kapcsán több programot is indítottak 2019-ben, ezek egyike a Vakmerő projekt. A kezdeményezéshez kedd délelőtt Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke is csatlakozott. Ezt azzal a céllal indítottuk, a látássérült emberek kérésére, hát hogy ezt maguk, ami látássérült tagjaink kérték, hogy szervezünk egy ilyen figyelemfelhívó társadalmi felelősségvállalás programot, azzal a céllal, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy a látássérültek igenis van helyük a társadalomban, a társadalom több pontján is hely tudnak állni, önállók, önállóak, be tudnak menni önállóan egy munkahelyre, le tudnak ülni, hiszen Nyíregyháza közszereplőit szeretnénk ezzel megszólítani ezzel a projekttel. Olyan élethelyzeteket, az ő sajátos élethelyzetüket szeretnénk egy picit más formába, egy picit átvariálni. Baracsi Endre, a közgyűlés alelnöke szemtakaróval, fehérbot segítségével sétált Bekedreggel az irodájába. Véleménye szerint még mindig tabu témaként kezeli a társadalom a fogyatékkal élőket, ezért figyelemfelhívás céljából csatlakozott az egyesület kezdeményezéséhez. Azt Nemes Nagy Tünde is megerősítette, hogy még mindig rácsodálkoznak az emberek, amikor a fehérbot segítségével megjelennek valamilyen intézményben. A társadalom szemlélet formálásában az egyesület is próbál segíteni, például érzékenyítő előadásokat tartanak a Nyíregyházi Egyetemen. Baracsi Endre alelnök a szemtakaró nélkül nagyjából fél perc alatt beér az irodájába, ez kedd reggel sokkal több időt vett igénybe. Egyáltalán nem éreztem magam biztonságban, sőt, ugye hát az egyik érzékszerem lényegében ki lett kapcsolva, és bár én eleinte úgy éreztem, hogy tudom azt, hogy éppen merre járok, meg mit csinálok, de aztán már az ötödik, hatodik lépés után kiderült, hogy amit én elképzeltem, amit az agyam gondolt, az a valóságban nem úgy van, tehát teljesen máshol kötöttem ki, mint ahova én terveztem volna, hogy eljussak, és utána nagyon kellett koncentrálni arra, hogy hova lépjek, hogy lépjek, nagyon kellett figyelnem a hangokra, a kívülről jövő hangokra is, a botnak a hangjára, hogy éppen hogy koppan, mondjuk egy lépcsőn, egy kövön, vagy éppen egy fémtárgyon, és ebből kellett következtetni arra, hogy éppen hol is járok. Azért volt egy kicsit egyszerűbb a helyzetem, most már én tudtam, hogy hova megyek, de belegondoltam abba, hogy mi lett volna akkor, hogyha egy teljesen ismeretlen helyre kellett volna bemennem. Van olyan vakmerő alany is, aki vállalta, hogy saját otthonában szemtakaróval főz majd, de akár szimuláció szemüveget is kipróbálhatnak a jelentkezők, tette hozzá Nemes Nagy Tünde. Természetesen nem csak közszereplőket akar bevonni az egyesület, magánszemélyek is kipróbálhatják magukat a programban.